Autós felvonulás, nyereményjáték, szépségverseny, autós játékok, éjszakai diszkó és természetesen sok-sok gyönyörű jármű. 10. alkalommal rendezték meg Orfűn a Volkswagen Concern találkozót. A Volkswagen vagányok baráti kör első összejövetelén 130 autó vett részt, majd évről évre egyre többen érkeztek. A 9. találkozóra elérték a 947 autót és a körülbelül 3600 résztvevőt. 2018-ban Péter János szervező halála után nevet és arculatot váltott a közösség. Ez egy 10 éves autós találkozó, idén vagyunk 10 évesek, tehát jubilálunk. Nagyon-nagyon örülünk neki, hogy úgymond szakadásmentesen tudtuk megvalósítani a programot az elmúlt években. Ez egy abszolút Volkswagen Concern találkozó, tehát nem csak a Volkswagen, hanem minden, ami ahhoz tartozik, tehát a Seat, Audi, Porsche, Skoda, Lamborghini, Mankamion, Ducati motor, tehát minden, ami a Volkswagen Concernhez tartozik, jöhet hozzánk. Alapvetően ez mindig egy hétvégés rendezvény volt, úgy is szervezzük az egész rendezvényt, hogy egy hétvégére, tehát nyilván az jár a legjobban, aki nem csak egy napra látogat el hozzánk. Ugye itt az Orfői Panoráma Campingben tartjuk már a kezdetek óta. Egyébként adott a kempingezési lehetőség, ez egy nagyon jól felszerelt kemping, jó infrastruktúrával, tehát strandolási lehetőség is van a közelben, szeretik is nagyon a vendégek. Szóval nyilván ez is hozzátesz a rendezvényhez, hogy ilyen környezetben tudjuk megrendezni. Nagyon szeretik azt is nálunk, hogy lehet autót használni, tehát ez nem egy átlagos autós találkozó, úgymond, mert hogy nincsen letiltva az autóhasználat, és ezt úgy értem, hogy nem csak a versenyek idejére lehet elővenni, hanem egyébként szabad foglalkozásként nagyon szeretik itt róni a köröket lassan. Tegnap például egy olyan program volt este, hogy minél csicsásabbra kidíszített autókkal mehettek este, riói felvonulásnak neveztük el, de hát láttunk itt Páván költöztetett Harlequin Golfot, meg láttunk itt szűzoltóságot, hogy más nem mondjak, beöltözve hozzá a szűzoltók, piros sapkába, gatyába, ahogy kell, tehát remekül néztek ki, úgyhogy nagyon szeretik, esti bulikkal, felvonulással. Idén lesz tombola sorsolású, nagyon értékes, gyönyörű Volkswagen-es és találkozós nyereményekkel, tehát annak is nagyon örülünk, és ezúton is köszönjük a támogatóknak, hogy hozzájárultak a rendezvény színvonalához és annak emeléséhez. A találkozón a veterán autósok és az újabb modellek kedvelői is egyaránt megtalálhatták a hozzájuk legközelebb álló stílust, irányzatot és akár ötletet is meríthettek belőlük. Mi autónk ezt igazából örököltem anyukámtól, tehát 3 éves voltam, amikor ő megvette. Én, amikor megörököltem, akkor igazából csak annyi dolgom volt vele, hogy átalakítsam picit a saját ízlésem szerint, és igazából azóta használjuk. Napi használatban van, úgyhogy óvjuk is, meg nem is. Tehát lehet vele normálisan menni új autók között, tehát meglepően az új autósok is olyan furán néznek, hát amikor mondjuk 120-nál előzzük őket az autópályán, úgyhogy szeretjük. Folyamatosan bővülünk, most van egy pici létszám visszaesés, mert a tavalyi évben csak mi tudtuk megcsinálni az autós találkozónkat országos szinten. Tehát mi tudtuk megtalálni azokat a pici kiskapukat, hogy minél kevesebb korlátozással be tudjuk engedni az embereket. Ezért ugye még az is elindult, aki amúgy nem jön találkozóra, mert végre kiszabadulhatott otthonról a Covid zár után. Idén kicsit kevesebben, viszont sokkal színvonalasabb lett a találkozó. Tehát most ténylegesen legalább az itteni autók fele az vagy most van először, vagy maximum másodszor. Tehát, de nagyon sok visszatérő vendég is van. Tehát nagyon sok autónál már az van, hogy az ablakot kicserélik, mert már nem fér föl több találkozós matric, és akkor rakja ki azt az ablakot a falra, hogy ő itt volt végig. A találkozóra még külföldről is érkeztek autósok. Németországból, pontosabban Regensburgból, párom egy 7 és feles GT-vel, jól tudom, én pedig egy A6-os 4G C7-tel. Ezelőtt volt egy A4 B8-am, azelőtt pedig egy 5-ös Golfom, azelőtt pedig egy Pólóm. Most ez jelenleg egy dízeles V6-os A6-os, és szeretném ugyanezt a modellt, csak mondjuk egy benzines S6-osba, vagy egy kicsit újabb, egy 2018-as, de szintén benzines modellt. Következő találkozóra már azzal jössz?
Remélem. A szervezők célja, hogy az ország konszern közösségét összekovácsolják, valamint hogy szórakozási, kikapcsolódási és pihenési lehetőséget biztosítsanak a benzingőz szerelmeseinek. A Volkswagen márka, automárkához és az ahhoz tartozó konszern márkáknak a kedvelőihez szól leginkább. Igazándiból olyan programokkal készülünk nekik az Orfűi Camping területén belül, amik kimondottan autókhoz és autós témákhoz kapcsolódó programok. Nagyon sokféle rendezvényel készülünk minden egyes évben, és mindig az a legeslegfontosabb nekünk, hogy az itt lévők ugyanúgy, mint egy csapat, egy család, mindannyian részt tudjanak venni ezen a találkozón, akár egy emberként is, és évről évre itt új baráti kapcsolatok alakulnak ki, nagyon jó hangulatról szól az egész, és azt vesszük észre, és idén már 10. évvel, hogy egyre bővül ez a hatalmas nagy család, és mindenki nagyon élvezi a programokat, nagyon sok rétűen készülünk minden egyes személy részére, a legfiatalabbaktól a legidősebbekig, minden egyes kínálatban, akár mint a kiállítóinkat tekintve, akár mint a versenyszámokat tekintve, de ha csak valaki éppen gyönyörű autókat szeretne megcsodálni, őnekik is ez a rendezvény hatalmas élményt tud nyújtani. Az idei évben a gumifüstölés versenyszám ugyan elmaradt, a jó hangulat így is garantált volt a jubileumi találkozón.